Idén folytatódik az a tavalyi tendencia, miszerint egyre több a magánvásárló az autópiacon. Ők teszik ki a vásárlók több mint 40%-át. Azonban hozzátartozik az adathoz, hogy a céges vásárlások egy része, főleg az 1-3 autós cégek vásárlásai ugyanebbe a körbe tartoznak. Mindent összevetve az idei évre 125 ezer új személygépjármű és 21 ezer kishaszonjármű forgalomba helyezését jósolják a szakemberek. Most már látszik, hogy évek óta emelkedik az új és használt autó értékesítés Magyarországon. Hát az elmúlt év az jelentősen növekedett a 2017-hez képest, 2016-hoz képest, és hát úgy tűnik, hogy ez a trend ez nem állt meg 2018-ban sem. Ha 18 első hónapját kell nézni, akkor az összpiac 37%-kal növekedett a személyautópiacon. Igaz, hogy a tavalyi bázis, a január az nem volt túl erős, de akkor is ebből lehet következtetni, hogy erős év elé nézünk. A teljes piacon eladott autók több mint 10%-a tavaly a prémium kategóriába tartozott. Ez körülbelül 20 márkát jelent, azonban Magyarországon a Mercedes, az Audi és a BMW teszi ki ennek a szegmensnek több mint a 70%-át. Ez az arány igaz az új és a használt autók esetében is. Tavaly a Suzuki Vitara volt a legkelendőbb, de sokan kerestek Skoda Octaviát is. A statisztikák szerint közel annyian vásároltak ezekből új modellt, mint használtat. Én úgy látom, hogy nagyjából fejfej mellett megy a dolog, tehát az új autó értékesítésben van egyfajta változás, elsősorban a középkategória autókat keresik, és jellemzően a dízelek kezdenek háttérbe szorulni, és a benzines autók azok, amik inkább előtérbe kerülnek az értékesítésben. Aki használt autót vásárol, az leginkább annak fenntartási költségére érzékeny. Ezért egyre többen keresnek megbízható, reális futott kilométerrel rendelkező, olcsó középkategóriás használt autót a kereskedőknél. Az ügyvezető igazgató hozzátette, egyre inkább előtérbe kerülnek a hibridek, de az elektromos autók iránt is egyre jobban nő a kereslet az új autók piacán.